ez nagyon sokat mondó. Hát már aki tudja értelmezni, annak nyilván. Hát ezzel azt akartam kifejezni, hogy akármilyen pozitív, negatív dolog történik az életetekben. Esetleg valamiben kevésbé vagytok sikeresek, vagy nagyon sikeresek vagytok. Az embert az élete során egyaránt érik kudarcok, sikerélmények, vannak az életnek mindig csúcspontjai, vannak mélyebb szakaszok, hullámvölgyek, de az, hogy benned a létra, erre gondoljatok mindig, mert amit elértek, annak soha nem más az oka, meg higgyétek el, hogy soha nem a körülmények az okok, hanem ti. Ti tudjátok a saját magatok felemelkedését, érvényesülését előre mozdítani. Ti vagytok azok, akiknek ezért mindent meg kell tenni. Én remélem, hogy mindent összevetve jó emlékekkel fogtok majd kiballagni nem sokára az iskola kapuján, a templomba. Kedves vendégeink, ballagó diákjainkat név szerint szólítom, és kérem őket, foglalják el a helyüket. Árkemília Tímea. Bigai Bernadett. Bogdán Boglárka. Buzsáki Bence. Dottó Giulia. Farkas Cynthia. Farkas Claudia. Györfi Lili. Hajcsár Barnabás. Hegyi Bálint Kornél. Horváth Rebeka. Kapitány Anett. Kilvinger Zsolt. Kovács Bence. Laca Renáta. Merc Flóra. Mini Csanna. Molnár Dániel. Móroc Mátyás. Nagy Róbert Lajos. Neitzer Kata.
Németh Botond. Osztopáni Ágnes. Salamon Laura. Sesztek Zsófia Borbála. Szász András. Szászi Bálint. Tóth Orsolya. Török Anna. Vas Olivér Otto. Zavasi Máté. És végül osztályfőnökük Pec Johanna tanárnő. Gimnáziumi tagozatunk végzős diákjainak ballagási ünnepségén sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket. Köszöntöm iskolánk igazgató tanácsának elnökét, Bellai Zoltán nagy tiszteletű urat, Molnár Tíme igazgatónőt, Kocsi Zsuzsanna és dr. Farkasné Pap Ágnes igazgató asszony helyetteseket. Kérem, fogadják szeretettel a ballagó tarisznyát. Köszöntöm dr. Tamás Ákos és dr. Tapaszdi Tamás urakat, a Kaposvári Református Egyházközösség gondnokait. Köszöntöm iskolánk közösségében a Matolcsi családot képviselő dr. Matolcsi Gusztáv és Matolcsi András urakat, valamint Brok és Judit asszonyt és a Matolcsi Sándor alapítványnak nevet adó dr. Matolcsi Sándor első ükunokáját, Nyakas Márton urat. Köszöntöm iskolánk tanárait, tanulóit, gyülekezetünk tagjait, szülőket, családtagokat és mindenek előtt végzős diákjainkat. Szeretettel felkérem Bellai Zoltán nagy tiszteletű urat, hogy áhítattal nyissa meg ünnepélyünket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 264. dicséretet énekeljük, annak első és második versét. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Thank you.
Hallgassuk, hallgassátok Isten beszédét úgy, amint írva található Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írt levele első fejezetében, az első fejezet 17. versében a következőképpen: az igaz ember a hite által él. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, kedves ballagó diákok, ez a mondat a Szentírás egyik legfontosabb mondata. Az Ószövetségben hangzik el először, onnan idézi Pál apostol, és nem véletlenül. Mert ebben a mondatban tulajdonképpen benne van ember és Isten kapcsolatának a lényege. Milyen lehet, mondhatjuk úgy is, milyen lehetne ember és Isten kapcsolata? A lehetne, a feltételes mód azért fontos, meg azért hangsúlyos, mert az Isten részéről minden adottság megvan ahhoz, hogy olyan legyen. Az ember részéről, a mindenkori ember részéről nem mindig. Az igaz ember a hite által él. Miért lett Pál apostol számára annyira fontos ez a mondat, hogy idézte az Ószövetségből, és miért lett annyira fontos az egyház története során újra és újra Szent Ágoston számára, Luther Márton számára, a 19. század vég, 20. század eleje úgynevezett új reformátori mozgalma számára. Miért lett olyan fontos ez a mondat? Mindenek előtt azért, mert a mindenkori embernek a figyelmét rá irányítja az emberlét leges legfontosabb ajándékára, arra tudnilik, hogy van Istenünk. Van Istenünk, aki teremtő, gondviselő Isten, aki ennek a mindenségnek az életét és benne a mi életünket is eltervezte, a kezében tartja, a szeretetében tartja. Van Istenünk. Valaki 12 év óta itt volt a Lóránfiban közöttetek, közületek. Nem tudom, hányszor hallottátok ezt, nagyon sokszor. Biztosan, nagyon sokszor. Nem tudom, mit visztek el belőle, de nagyon szeretném, hogy elvigyétek azt a sokat, amit ez a rövid mondat jelent, hogy van Istened. Van valaki, aki fölötte áll mindennek és mindenkinek, és aki téged szeret, aki téged a szeretetébe hordoz. Az eddigi életetekben, hogyha akartátok, sokszor sokféleképpen megtapasztalhattátok azt, hogy tényleg van egy szerető Isten, aki túl minden emberi gondoskodáson, túl a családotok szeretetén, túl az iskolának a törődésén, ott van veletek, hordoz benneteket. Van Istenetek. És ez az Isten olyan hatalmas, és annyira szeret, hogy nincs és nem történhet semmi veletek az életetek során, ami ne az ő, így tanít bennünket a Heidelbergi K.T., a református hitvallás, ne az ő édes atyai kezéből jönne. De azért is fontos ez a bibliai mondat, mert emlékeztet arra, hogy függetlenül önmagunktól, függetlenül attól, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá, ez az Isten hűséges Isten. Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy a kapcsolatainkban megfáradjunk, hajlamosak vagyunk arra, hogy az emberi kapcsolatainkat is feladjuk,
barátságokat, szerelmet, sok minden mást. Az Úristen nem ilyen. Az Úristen hűséges Isten. Sokszor elmondtam, és biztos vannak, akik emlékeznek rá közületek, hogy a Bibliának a hit szava az hűséget is jelent. És amikor hűségről beszél a Szentírás, akkor első renden nem arról beszél, hogy mi mennyire vagyunk hűségesek, vagy mennyire nem, hanem arról, hogy az Úristen hozzánk hűséges Isten. Mindig, minden körülmények között. Lehet, hogy emberek elhagynak, lehet, hogy a körülményeink változnak, lehet, hogy sok minden történik velünk az életünk során. Egy valami garantáltan nem változik. Az Úristennek a hozzánk való hűsége. Mert így mondja egyhelyütt a Szentírás, benne nincsen változás, vagy változásnak árnyéka. Ő mindig ugyanaz. És amikor a zsidókhoz írott levél, a Biblia egyik nagyon fontos könyve, beszél arról, hogy hogyan is van ez, hogy mindig ugyanaz, akkor a következő mondatot mondja, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Benne Jézusban megismerheted az Istent. Benne Jézusban felfedezheted, megismerheted az életed minden napjaiban, átélheted azt, hogy Isten hűséges Isten. Nem tud más lenni, és nem is akar más lenni. És azért is fontos ez a bibliai mondat, mert arra buzdít mindenkit. Ma azt gondolom különösen titeket, hogy legyetek ne csupán önmagatokhoz hűségesek. Az is fontos. Hanem legyetek hűségesek ahhoz az Istenhez, aki hűséges hozzátok. Mit is jelent ez? Azt a nem keveset, hogy soha egyetlen percre sem hagyjátok ki az életetekből őt. Amikor terveztek jövőt, családot, hivatást, amikor tervezitek az életetek apró cseprő dolgait, meg tervezitek az eget rázó a nagyokat, akkor ne csupán a magatok feje után menjetek. Ne csupán emberekre hallgassatok. Fontos, hogy az ember végig gondolja az élete dolgait, fontos, hogy azokkal megbeszélje, akikben megbízik, de mindennél fontosabb az, hogy, hadd mondjam így, megbeszéljétek azzal, aki tudjátok, hogy van, aki tudjátok, hogy értetek van, aki tudjátok, hogy szeret, akiről tudjátok, hogy mindent odaadott nektek az Úr Jézusban. Legyetek úgy hűségesek hozzá, hogy az életetekben helye van ennek az Istennek. Odafigyelve rá élitek az életeteket. És akkor biztos vagyok, hogy az életetek az kiegyensúlyozott, sikeres, a helyeteket megtaláló élet lesz, következésképpen boldog élet. Hadd indítsunk benneteket ezzel útra, ezzel az ígével, vigyétek magatokkal, őrizzétek a szívetekben, jusson eszetekbe újra és újra. Az igaz ember a hite által él. Legyetek így a szónak a bibliai értelmében igaz emberek. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, mindenható édesatyánk, köszönjük, hogy a veled való kapcsolatban élhetjük az életünket.
mert te mindig közel vagy hozzánk, mert te mindig ott vagy, mint áldás, mint segítség, mint erőforrás. Köszönjük neked, hogy azokban az emberekben is, akik körülvesznek bennünket az életünk során, a szeretetükkel, a gondoskodásukkal, a törődésükkel, a féltésükkel, azokban is te vagy ott. Így köszönjük neked ma, ezen az ünnepnapon a gyermekeink családjait, akiknek a féltő szeretetében felnövekedhettek, és akiknek a féltő szeretete egészen biztosan tovább kíséri őket az életútjukon, a szüleik számára, a nagyszüleik számára ők mindig kisfiam meg kislányom maradnak. Köszönjük neked az iskolát. Hisszük, a te ajándékod az, hogy itt ebben a városban lehet egy református iskola. És hisszük, a te ajándékod az is, hogy ez az iskola esztendőről esztendőre útra indíthat fiatal embereket, lányokat, fiúkat, hogy aztán megtalálják a hivatásukat, megtalálják a helyüket ebben a világban, megtalálják a küldetésüket ebben a hazában, ebben az egyházban, amelyben felnövekedtek. Köszönjük neked, hogy úgy indíthatjuk őket útra a szívünkben, azzal a bizonyossággal, hogy a te jóságod és szereteted kíséri őket életük minden napján. Arra kérünk, segíts, hogy ezt újra és újra átélhessék, megtapasztalhassák, megérezhessék. És arra kérünk, segítsd őket, hogy hadd szülessék válasz a szívükben a te irántuk való szeretetedre, hűségedre. Kérünk, áld és őrizd meg őket. Gondviselő édesatyaként hordozd az életüket. Készítsd, tervezd, figyeld az útjukat. Légy ott velük, életük minden napján. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áhítat befejezéseként énekeljük a 479. dicséret valamennyi mind a négy versét. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Köszönjük szépen nagy tiszteletű úr szavait. Ünnepi műsorunk kezdetén hallgassuk szeretettel Székely Eszter 11. osztályos tanuló zongorajátékát. Harry Styles Sign of the Time című művét adja elő. Thank you.
Kaposvári Református Gimnázium működésének 18. évében, intézményünk történetének 15. ballagás ünnepségén tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, külön sok szeretettel végzős diákjainkat. Talán sokan tudják önök közül, hogy a ballagás magyar hagyomány, egy igazi hungarikum. A 19. században a Semmecbányai Bányászati Akadémia végzősei így köszöntek el tanáraiktól, iskolájuktól, a Ballagmára Vendéa kezdetű dallal, a 20. században pedig elterjedt minden iskola típusban ez a szép hagyomány. Szokássá vált az is, hogy a ballagás előtt a diákok szerenádon köszönnek el tanáraiktól, iskolájuktól, iskolatársaiktól, és az is, hogy a ballagás napján egy kis tarisznyával a vállukon végigmennek az iskola folyosóin, még egyszer utoljára együtt. Ebben a kis tarisznyában található némi kis apró pénz, egy kis pogácsa és egy kis jó tanács is. A mögöttünk lévő pár napban a mi gimnazistáink is elköszöntek tanáraiktól, társaiktól és talán már egy kicsit egymástól is. A mai napon még egyszer utoljára együtt bejárták az iskolát egy kis úti táskával a vállukon, amely apró ajándékokat rejt magában. A tarisznya kicsi, látható ajándékból sok nem fér bele. De a láthatón kívül már most van benne egy kicsit több, mint 3,5 év, 44 hónap, 189 hét, 1323 nap, 31.752 óra, 1.905.120 perc, a másodperceket majd kiszámoljátok. Körülbelül ennyi időt töltöttetek a Kaposvári Református Gimnáziumban. Kedves diákok, ezt a hosszú időt sok szakaszra lehet bontani, melyek között vannak kedvesek, szépek, sikeresek, emlékezésre méltók, és biztosan vannak felejteni valók is. Bízom abban, hogy most itt középiskolai tanulmányaitok teljes időszakát lezáró percekben a kedves, szép, emlékezésre méltó emlékek peregnek bennetek, szüleitekben és tanáraitokban egyaránt. Hiszen nagyon sok lélekemelő, érzelmes, igaz pillanatot élhettünk át közösen. Ezért köszönettel tartozunk nektek. Az emberi életút szakaszainak kezdetét és végét az ilyen pillanatok jelentik. Vajon szem előtt tartottuk-e mi mindannyian, tanárok, diákok, szülők, hogy ez az utolsó szakasz, ez a 4 év az utolsó alkalom is volt. Utolsó alkalom, hogy neveljünk és oktassunk, hogy formáljunk benneteket. Utolsó lehetőség, hogy felelősséggel felnőtté válhassatok. Sikerült-e élnünk a lehetőséggel? Ki válaszoljon maga erre a kérdésre? Bizonyos vagyok abban, hogyha most még nem is, de később életetek egy másik szakaszában, másik pontjáról visszatekintve, rá fogtok döbbenni arra, hogy ti itt egy olyan világban éltetek, ahol még volt jó és rossz, ahol még lehetett hallani az emberi élet nagy kérdéseiről, ahol még volt szó arról, hogy mi a világosság és mi a sötétség, hogy mi az igazság és mi a hazugság, ahol még voltak normák, ha nem is mindenki tartotta be azokat. Akár úgy érzitek, hogy éltetek a lehetőséggel, akár úgy érzitek, hogy nem, az évek során kisdiákból fiatal felnőtté váltatok. Vannak köztetek kiválók és jó tanulók, vannak átlagosan, de mindig egyenletesen teljesítők, vannak mások gondjai, problémái iránt nyitott, megértő és segítőkész ifjak, a különböző embert próbáló helyzetekben megfelelően viselkedők, kitartó, megbízható diákok és igazán karakteres, súlyos egyéniségek is. Vannak, akik kezdetektől tudatosan dolgoztak céljaik elérésért, és vannak olyanok is, akik a kezdeti botladozások után végre határozott célt kitűzve az utolsó hónapokban kezdtek igazán felnőni. Személyiségetek alakulását tanáraitok szakértelemmel, szeretettel, szigorúsággal, megértéssel segítették. Mindannyian hisszük, hogy a Lorántri szellemisége messze elkísér majd benneteket utatokon. Kívánom nektek, hogy későbbi életetekben váljék számotokra fontossá, hogy ti ide jártatok, és itt nem csak azt tanultátok meg, hogy miként működik a szem, hanem arról is elmélkedhettetek, hogy mit jelent látni. Biztosan sok mindent kaptatok tőlünk, ám ti is sok mindenben példát mutattatok diáktársaitoknak, tanáraitoknak egyaránt. Sok olyan pillanat volt, amikor büszkék lehettünk rátok. Megtanulhattuk tőletek, hogyan kell közösséget teremteni, hogyan kell abban élni, hogyan kell elfogadni egymást.
Láthattuk, milyen egy osztály, mely szakmai lehetőséget, olykor nevelési kihívást jelent tanárainak, és amelyben sok ambiciózus, határozott, lelkes, kitartó diák van. Köszönettel tartozunk ezért is. Akárhány évesen, gyerekként vagy felnőttként ülünk az iskolapadban, az mindig egy új jövőt jelent számunkra. Most kiderülni látszik, hogy a gimnáziumi évek iskolapadjai vajon mennyit értek. Mi megláthatjuk, mennyire tudtunk titeket gazdaggá, szabaddá tenni, mennyire tudtuk felkelteni tudásvágyatokat minden igazra, jóra, szépre. Számotokra pedig kiderül, hogy mennyire voltatok fogékonyak a minőségre, elég volt-e bennetek a kíváncsiság, megkaptátok-e az összes kérdésre az összes választ. Ha esetleg nem, jusson eszetekbe Hanvas Béla Kossuth Díjas magyar író gondolata. Ha nem találtad meg az igazi pozitív választ a kérdésedre, nem azt jelenti, hogy a válasz nem létezik, hanem azt, hogy nem kerestél még eleget. Kérem tőletek, keressetek tovább, ezen túl is, mindig. És amikor megtaláljátok a válaszokat, gondoljatok mindazokra, akik segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. Nevetekben én is szeretnék köszönetet mondani szüleiteknek. Kedves szülők! Kevés boldogabb pillanat van az ember életében, mint látni, felnőni gyermekét, látni azt, hogy eljutott valahova, és tudni azt, hogy a sok szeretet, szigorúság, odaadás nem volt hiába való. Abban, hogy milyenek lettek az itt ülő gyermekek, eddig közös volt a felelősségünk. Önök úgy döntöttek, hogy gyermekük számára a református gimnázium lesz az érettségit adó, a felsőoktatásra, munkára, életre felkészítő intézmény. Számunkra ez a döntés bizalmat és elismerést jelentett, köszönettel tartozunk érte. Mi pedig vállaltuk, hogy képességeink szerinti tudásunk és emberségünk legjavát adjuk át nekik. Most a jeles napon mérlegre téve az elmúlt 4 évet bízom abban, hogy vállalásainkat sikerült teljesíteni. Önöket arra kérem, támogassák gyermekeiket továbbra is útjuk során, hiszen az eljövendő években arra talán még nagyobb szükségük lesz, mint eddig. Kedves kollégák, hozzátok is szólnék pár szót. Most talán úgy tűnik, hogy gyorsan eltelt ez a 4 év, bár időnként talán hosszúnak tűnt egy-egy nap, egy-egy hét. Köszönöm nektek a nevelő és oktató munkátokat, a szeretetet, az odafigyelést, amit a diákok tőletek kaptak. Sokat tettetek azért, hogy végzőseink ma itt lehetnek, és biztos alapokkal indulhatnak abba a bizonyos, nagybetűs életbe. A fiatalokat útra bocsátva nem tehetünk mást, mint folytatjuk a munkát. De tehetünk egy ígéretet. A gimnáziumban továbbra is megtalálhatók vagyunk, és mindig készen állunk arra, hogy biztatást, bátorítást adjunk egykori tanítványainknak. Külön köszönöm munkáját Petsz Johanna kolléganőnek, az osztályfőnökének. Köszönöm, hogy példakép lettél a számukra, hogy a legfontosabb időszakban mellettük voltál, hogy útmutatást adtál nekik, és segítetted őket. Köszönetünk és elismerésünk jeléül szeretnék egy kis ajándékot átadni neked. Kedves ballagó diákok, elköszönök tőletek. Hiszem, hogy szüleitek és tanáraitok bőséggel töltötték tarsajotokba a lelki, szellemi útravalót. Mindezek mellé vigyétek magatokkal az ifjúság varázsát, lendületét, lelkesedni tudását. Kívánok nektek sikereket, kiteljesedő, boldog életet. Kívánom, hogy jövőbe vetett hittel, bizalommal, akarattal, az Úristen áldásával lépjétek át a felnőtt kor küszöbét. Hadd köszönjek el tőletek Hemingway soraival. Nem tudom, mit rejt a sorsod, mosolyt hoz-e, vagy könnyeket. Tanuld meg hát feledni a rosszat, s őrizd meg a boldog perceket. Kérem rátok, teremtünk megtartó kegyelmét és áldó szeretetét. Isten áldjon benneteket! Hallgassuk iskolánk énekkarát, Palesztrina biztató intelem című művét adják elő.
Reményik Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este. A színektől, ha szürke por belepte. A csendtől, ha hang zavarta fel. A hangtól, mikor csöndbe halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott reánk. Minden képtől, mely fájt és égetett, és minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesülnek, a lángjainktól, mik lassan kihűlnek. A tűnő tájtól, mit vonatról látunk, a kemény rögtől, mi megáll a lábunk. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, mert minden csönd más, minden könyv vigasz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő, leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk, és mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk. Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, kedves Ballagó diáktársaim! Álmokkal, tervekkel telve álltok most itt, de lehet, hogy még nem értitek, mi értelme volt ennek a 4 évnek, a tanulásnak, a szintvizsgáknak és a próbatételeknek. De nem baj, ha így érzitek, hiszen ahhoz, hogy belássátok az iskola és a szabályok jelentőségét, még sokat kell élnetek és tapasztalnotok. Németh László szavait idézve, csak 10 évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni, milyen volt az iskola, és benne a tanár. A tanár nem is tudja, fogalma sincs arról, hogy mikor hat igazán a növendékére egy gesztussal, egy szóval, egy odavetett tréfás félmondattal. Németh László szavait vitatnám. Biztos vagyok benne, hogy nektek nem kell 10 évet várni arra, hogy a tanárok szolgálatának jelentőségét megértsétek. Remélem számotokra egyértelmű, hogy kinek mit köszönhettek. De mit is nyújtott számotokra ez a 4 év? Milyen emberekké váltatok? Meg tudtatok-e felelni, vagy meg fogtok-e tudni felelni az elvárásoknak? Felkészültetek-e az előttetek álló feladatra? Erre a sok-sok kérdésre a saját szívetekben találjátok a választ. Mától egyre inkább csak magatokra kell támaszkodnotok, és higgyétek el, lesz nehezebb gondotok is az életben, mint egy matek dolgozat megírása. Ez a 4 év a gimnáziumban hamar elrepült, de a kezdeteket, azt, hogy honnan indultatok és mennyit változtatok, sose felejtsétek el. Mindig máshová kerülünk, és mire megszoknánk új helyünket, újra tovább kell mennünk, hisz ez az élet rendje. A mai napon is fel kell állnotok, és tovább kell mennetek egyetemre és főiskolára. De ne szaladjunk annyira előre, hiszen hamarosan itt az érettségi. A 11. osztály nevében kívánom, hogy mindenkinek sikerüljön úgy teljesítenie, és oda eljutnia, ahogy és ahova elképzelte. Bár most elhagyjátok az iskolát, de mi mindig örömmel látunk titeket a falai között. Tisztelt szülők, rokonok, családtagok! Eljött gyermekeik nagy pillanata, amikor véget érnek a boldog, de megpróbáltatásokkal teli gimnáziumi évek, és kezdetét veszi valami új, különleges, fordulatokkal teli időszak. Ez az ünnep az ő ünnepük, hogy családjaikkal együtt búcsúzhassanak el iskolánktól és tanárainktól. Míg nekünk, tanulóknak, tanároknak ez egy búcsú, addig önöknek ez egy ünnep, gyermekeik felnőtté válásának az ünnepe. Töltsék ezt a napot szeretetben, pici gyermekeikkel, akikről senki nem gondolta volna, hogy ilyen hamar felnőnek, de bizony mégis.
Ady Endre gondolatát idézve, az élet már adott sokat, bódítót, furcsát és keserveset, de még valamit tartogat. Ezt a valamit, amit az élet számotokra tartogat, ti irányítjátok. Kívánom, hogy az életeteket a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium által megalapozott, helyes úton folytassátok, és legyetek hűek magatokhoz, hisz ahogy Goethe is megfogalmazta, veszteség nem érhet, ha az lesz, ami vagy. Ezzel a gondolattal zárva szeretnék sok szerencsét kívánni a 11. osztály nevében az érettségihez és az életetekhez. Köszönöm a figyelmet! Tisztelettel köszöntöm a 12-es ballagó osztály nevében Bellai Zoltán nagytiszteletúrat, iskolánk igazgató tanácsának elnökét, köszöntjük Molnár Tíma igazgatónőt, kedves tanárainkat, szülőket, diáktársainkat. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint az méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik minnyájatokban. Ahogy Pál apostol a tesszalonikaiakhoz szóló második levélben megfogalmazta, hálát kell adnunk a mindenhatónak, hogy egyengeti utunkat és el nem engedi kezünket. Akárcsak a tanárainknak a 4 éven át tartó, alázatos, lelkes munkájukért, szeretetükért. Ők azok, akik próbáltak felkészíteni bennünket arra, ami előtt most izgatottan állunk, a jövő héten kezdődő érettségi vizsgára és arra, amit csak egyszerűen úgy neveznek, hogy a nagybetűs élet. A Zsoltárok könyvében ezt olvashatjuk. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Igen, ezt tették velünk a tanáraink, és a reggeli áhítatot megtartó lelkészeink is. Minden nap erősítették bennünk, hogy a helyes irány felé vegyük utunkat. A világi iskolákhoz képest ők nem csak a tananyaggal, hanem vallási és erkölcsi útmutatással is gazdagítottak minket. A példabeszédek könyvében ez áll. Az értelmes ember előtt ott van a bölcsesség, de az ostoba szeme a föld végén kalandozik. Emlékszem a 14 éves énemre, és az osztálytársaim még gyermeki arconásaira. Ezek mára már átalakultak, hiszen felnőttünk. A 4 év alatt kívülről és belülről is sokat változtunk. Határozott céljaink lettek, amiket az érettségi vizsga után szeretnénk megvalósítani, hogy boldog felnőttként élhessük le az életünket. Azonban, ha egymásra nézünk, látjuk és mindig is látni fogjuk egymás szemében az ifjú énünket. Nem tudhatjuk, mi vár ránk pontosan az életben, kit, milyen útra terel a Jóisten. De egy biztos, az együtt eltöltött napjaink egy meghatározó időszak marad mindnyájunk életében. Tele élménnyel, sikerrel és kudarccal, vidámsággal és szomorúsággal, az első szerelmekkel és szakításokkal. És egyszer, majd sok-sok év múlva unokáinknak meséljük el, hogy milyen volt a mi időnkben diáknak lenni. És eljött ez a nap is, a búcsúzás napja. Egyszerre érzem az örömöt és a fájdalmat. Boldog és izgatott vagyok, mert egy új kezdetnek nézek elébe. Tele ismeretlen dologgal, és már önállóan irányítottam az életemet, mégis szomorúnak érzem magam, mivel befejeződtek a veletek és tanárainkkal eltöltött közös éveink. Ézsaiás könyvében ezt olvashatjuk. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Így legyen, kedves osztálytársaim! Remélem, hogy 5 év múlva, mikor ismét találkozunk, az első alkalommal megtartott osztálytalálkozónkon boldog és erős 20 éveseknek látlak majd benneteket. Hiszem,
hogy akkor vidáman gondolunk vissza a 4 év emlékeire. Köszönettel tartozunk szüleinknek, akik mindig ott álltak mellettünk, és bárhová vezet utunk, ott lesznek velünk, ha szükségünk lesz rájuk. Köszönettel fordulunk tanáraink felé is, akik tanítottak és segítettek ezekben az években, hogy mindenki megtalálja önmagát. És biztos vagyok benne, ha megkérdezik tőlünk, hogy ki tanított téged a Lóránfiban, akkor büszkén fogjuk mondani minden kedves tanárunk nevét. Kedves osztálytársaim, egy idézettel szeretnék tőletek elbúcsúzni, ami jó útra való számunkra, Péter apostol 2. leveléből. Éppen ezért minden igyekezetektekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Jó utazást kívánok az élet tengerén mindnyájunknak. Addig is menni kell, azt hiszem, hosszú.
A búcsú mindig egy új kezdete, lágy ölelések, könycseppek halk nesze, bimbózó virágok, tündökrő ruhák, sok egymást szerető kedves barát. Ezek voltunk mi is gyerekek, vártuk a szépet, a jót s a kedveset. Tudtuk, mikor, miből lesz most elég, s vártuk a többiek kacagó neszét. A búcsú nem más, mint egy kezdet, legyünk elégedettek, s jókedvűek. A négy évre és egymás tetteire emlékezzünk mindig vígan s nevetve. Volt bennünk sok ész, erő és oly szent akarat, vagy tán erő, buzgóság s némi jó indulat. Ezek voltunk mi négy éven át, segítettük egymás gondját, baját. Kedves osztályom, most búcsút veszek az iskolától, a tanároktól, és persze tőletek. Ti lettetek a négy éven főszereplői, így nehéz lesz tőletek most búcsút venni. Fáj a búcsú, nem tagadom, nem tehetek róla, hisz ez életünk eddigi legszebb évfordulója. Elköszönök hát tőletek, kedves barátaim, kívánom, hogy lelketek legyen boldog odakin. Köszönjük a 12. osztályosok szolgálatát. Most hagyományainkhoz híven a 12-es diákok emlékszalagot tűznek iskolánk zászlajára. Felkérem Tóth Orsolyát a szalag feltűzésére. Kedves vendégeink, díjátadás következik. 1999-ben gyülekezetünk egyik tagja, Vég Szeréna alapítványt hozott létre, amellyel iskolánk diákjait kívánta támogatni. Alapítványunkat a Belső Somogyi Református Egyházmegye egykori főgondnokáról, Matolcsi Sándorról neveztük el. 2000-ben díjat alapított, melyet minden évben egy fővégzős, 12. évfolyamos tanuló vehet át. Hagyományainkhoz híven idén is a névadó család tagjai közül adja valaki át a Matolcsi Sándor díjat. Tisztelettel és szeretettel felkérem Nyakas Márton urat, adja át az elismerést az arra érdemes tanulónak. Matolcsi Sándor díj Tóth Orsolya 12. évfolyamos tanulónak, mert gimnázium évei alatt elfogadta és magájának érezte iskolánk szellemiségét, iskolánkért és református gyülekezetünkért áldozatos munkát végzett, elkötelezettségével előnyösen befolyásolta intézmények közösségének alakulását, személyiségével pozitív módon meghatározója lett szűkebb és tágabb környezetének. Idén lehetőségünk van két külön díj átadására. Megkérem Molnár Tímea igazgatónőt, adja át a díjakat. Valóban különleges évben vagyunk, és most egyszer, meg nem ismételhetően van alkalmunk arra, hogy két jeles diáknak úgynevezett külön díjat adjunk át. Ez a díj kapcsolódik az előzőhöz. Matolcsi Sándor iskolánk alapítványa névadójának gyermeke, dr. Matolcsi Gedeon nevéhez kötődik. Dr. Matolcsi Gedeon nagyon sokáig támogatta Matolcsi Sándor alapítványunkat, egészen élete végéig, sőt, még azon túl is. Ő az Egyesült Államokban élt
2007-ben Massachusetts államban megalapította a kaposvári Csertán Márton idősek otthona és a Csertán Márton alapítvány nevével azonos Friends of Csertán Márton alapítványt. Ezzel az ő halála után is folytatódott tulajdonképpen adományozó tevékenysége. 2014-ben távozott közülünk. A szervezet az alapító halálát követően is jelentős támogatást nyújtott a Magyarországon működő dr. Matolcsi Gedeon által létrehívott, illetve családjához köthető alapítványoknak. Egy pár szót hadd mondjak dr. Matolcsi Gedeonról. Egész életében kutatóként, orvosként, alapítványtevőként felelősséget érzett és viselt mások sorsáért. Bőkezű adományaival mások sorsán igyekezett javítani, jó ügyeket szolgálni. Szerény és visszafogott modorú ember, kiemelkedő, gazdag képzelő erővel, fantáziával megáldott tudós volt, aki személyiségét, életvitelét összefogott rendben tartotta. Az amerikai alapítvány nagy összegű támogatást nyújtott a mi alapítványunknak, kikötötte azonban azt, hogy ebben az évben két fő végzős 12. osztályos tanulót jutalomban kell részesítenünk. Ezért a mai napon sok szeretettel adom át az egyik díjat Molnár Dániel tanulónak, a Lorántfi Zsuzsanna Református Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 12. évfolyamos végzős diákjának példaértékű, áldozatos, önzetlen művészeti munkájáért, melyel méltó emléket állít dr. Matolcsi Gedeon közösségformáló tevékenységének. A másik díjat szeretettel adom át Sesták Zsófia tanulónak, aki példaértékű tanulmányi munkájával méltó emléket állít a kiemelkedő tudós dr. Matolcsi Gedeon tevékenységének. A Lorántfi emlékérem átadására felkérem Bellai Zoltán nagy tiszteletű urat. A Lorántfi díjat ebben az esztendőben a gimnáziumi évek alatt tanúsított példamutatásáért, szorgalmáért, tanulmányi eredményeiért, közösségi munkájáért Farkas Klaudia kapja. Könyvjutalomban részesül, példamutató magatartásáért, kiemelkedő énekkari munkájáért és iskolánk ünnepélyeken, művészeti rendezvényeken való méltó képviseletéért Laca Renáta. Könyvjutalomban részesül, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért, az iskola közösségi életében való aktív részvételéért, közreműködéséért és a református egyházon belül végzett közösségépítő munkájáért általános nevelőtestületi dicséretben részesül Horváth Rebeka. Oklevelet kap az Országos Diákolimpián a 100 méteres mellúszás versenyszámban elért 5. pontszerző helyezéséért Német Botond. Oklevelet kap az iskola kulturális életében való aktív közreműködéséért Szászi Bálint. Ok
oklevelet kap az iskola kulturális életében való aktív közreműködéséért Zavasi Máté. Kedves vendégek, egy ballagás ünnepségen nem csak a diákok és a pedagógusok helytállását kell megköszönnünk. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy minden osztályközösség és az iskola életében is adódik számtalan olyan helyzet, melyekben tanulóink szüleinek segítségére, támogató együttműködésére van szükségünk. Önök közül sokan sokszor megmutatták partnerségüket, sokszor megtapasztalhattuk a szülői összefogás erejét. A most ballagó osztály szülői közösségében van valaki, aki közösségi munkájával hosszú éveken át volt segítőnk, aki szívügyének tekintette az intézmény jó működését, akire mindig számíthattunk. Most 2018-ban, 15 év után végleg elköszön az iskolától. Nagy Róbert Lajosné, a szülői munkaközösség tagja, volt elnöke. Az intézmény egész közössége hálás szívvel köszöni áldozatos, lelkiismertes munkáját Zsuzsinak. Kérem, legyen szíves, jöjjön ide, szeretném egy kis apró ajándékkal is megköszönni a körünkben végzett tevékenységét. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen.